Én egy másik szervezetben voltam tag, 2 éve kerestek meg a barátaim, hogy egy másik stílus szervezetre csatlakozzak. 2 éve alapítottuk a Kyokushin Kumite Sportegyesületet. Ez egy országos szervezethez csatlakozott, aminek egy 6. danos karatemester Borza József az elnöke, és 1000 főt szám el a taglétszám. Félegyházán hogyan működik az egyesület? Félegyházán heti 5 nap edzés van, kedden csütörtökön 5-6 gyerekedzés van, ide korlátlanul jöhetnek 4-5 éves kortól gyerekek, akár szülőkkel együtt is lehet edzeni, és a felnőtt edzés 5 és 7 óra között van hétfő, szerdán, pénteken. Kezdetben 3-4-en kezdtük ezt az egyesületet, és szépen gyarapodtunk, körülbelül 30-an vagyunk. A Kyokushin karatéről lehet tudni, hogy a világ legkeményebb karatéjának tartják, úgynevezett erőkarate. Full kontakt szabályrendszerben. Ez elsősorban versenysport, vagy inkább önvédelem? Ki minek szánja, lehet versenysportnak is, akinek a versenyzés versenyezni akar, tudunk biztosítani versenyzési lehetőséget. Éves szinten 4-5 hazai verseny van, és hogyha úgy szerepel, akkor nemzetközi versenyt is tudunk biztosítani. Aki pedig hobbi szinten szeretne karatézni, annak is tudunk biztosítani lehetőséget. Voltunk versenyen, én a régi szervezetben versenyeztem, magyar bajnokságot is nyertem. Mivel most 2 éve alapítottuk az egyesületet, még a gyerekeknek az edzése folyamatban van. Február 15-én lesz egy verseny, egy országos verseny, ahova gyerekversenyzőket szeretnénk vinni. Hogyan néz ki egy edzés, ezt hogyan lehet elképzelni? Ugye heti 5 nap van edzés, a gyerekedzést máshogy építjük fel, mint a felnőtt edzést. Van egy segédedző, aki ebben nagyon nagy segítségemre van. A felnőtt edzésen pedig a hétfő, szerda, pénteket föl szoktuk osztani. Küzdő jellegű edzés van hétfőn, pénteken, és szerdán pedig technikai edzés szokott lenni. Hogyan kezdi el valaki ezt a sportágat? Bejön az egyesületbe, és a szintjének megfelelően vesz részt az edzésen. Mivel lehet elindítani valakit? Legyen akarat ereje neki, hogy beálljon közénk, és lássam rajta, hogy tényleg szeretné csinálni.